Következő vendégem 2010-ben Jászai Mari díjat kapott, és elnyerte a Magyar Filmszemle legjobb férfi alakításért járó díját. Elek Ferenc következik itt a Lakás Talk Show-ban. Nem vagy te nekem, Feri, valahogy az a tipikus színész. Ja. Nem vagy nekem színész típus. Nekem milyen a színész típus? Hát ez az, én ettől féltem, hogy vissza fogsz kérdezni. Hát mert nagyon nehéz, de tudj, mi van a fejedben a színészekről, igen. Engem azért ez érdekel. Nem tudom, az a magabiztosság, az a harsány, gyerünk bele, szevasztok, hátba veregetés, értem. Megyünk előre, harapom az életet. Értem, akkor más gondolunk a színészekről. Lehet. De ez nem baj. Nem. Csak én szerintem ez nem függ össze, sőt. Uh-huh. Sőt, ez a, ahogy a tanárnőm Törőcsik Mari mondta, ez eleg szemérmesebb, szemérmetlenebb szakma. Tehát, hogy egyszerre vagy szemérmes és szemérmetlen, hiszen kimész a színpadra, ugye próbákon, akkor ott meg kell nyílni, meg mindenféle ilyen őrület. És ráadásul kollégák előtt, akik... Hát hogyne? Persze. Az nehéz. Uh-huh. Nehezebb a próba, mint az előadás. Szerintem tényleg a legizgalmasabb a próba, amikor egy jó próba folyamat van, akkor abból nagyon sokat kapsz, mert igazából most gondolod, a mi életünk nagy része az tényleg a próbákon zajlik. És ezt muszáj jól eltölteni. És ha jó egy próba, akkor ez sikerül. Tehát, hogyha azt várod tőlem, hogy én ilyen, figyelj, amikor jobb napom van, vagy jobb estém, akkor persze vagyok így a társaság közepe, vagy nyomom a hülyeséget, de egyébként nem, tehát azért nem vagyok az a tipikus olyan. Akkor gyerünk, akkor menjünk, akkor gyerőzöl, szóval nem vagyok ilyen. Ezt érzem én, hogy én egy szemérmes embernek magáé? Látlak téged. De ez miért a színészek magáé? Akkor bűzök, akkor begyűjünk, és akkor... Hát talán pont ezért, amit te is mondasz, tehát hogy szemérmes, szemérmetlen. Tehát azért neked, én bennem van egy ilyen érzés, hogy neked azért nehéz a megnyílás, vagy a... Most nem azt mondom, hogy a munkádat nem tudod elvégezni, világos. Mert úgy nézel rám, mert rögtön ebbe is ezt keresed. Nem, hogy... de várjál, hogy mondjam, a paranoia az a sajátom. Tehát ez tény. De... Nem tudom, nekem nagyon furcsát mondtam, mert igazából, tehát az én agyamban a színészek azok inkább ilyenek, mint nem ilyenek, tudod? Tehát akik között mozgom is, sőt, ha azt mondom neked, hogy én még úgy közülünk, még a nyitottabb típus közül való vagyok, akkor el se hiszed. De én pont akiket én általában nagyon nagyra tartok, vagy fontos színészek, és a mi színházunk a Katonában azért van egy pár, azért inkább zárkozottabbak. De nekem ez inkább egy színész típus, mint az, aki... Az lehet, hogy benne a színpadon nem lesz olyan. Tudod? Szóval... De nem titokzatoskodok soha, tehát ez inkább, tehát annyira már ismersz, tehát nem csinálok magam köré egy ilyen... Nem, te abszolút nem csinálsz. Nem, engem ez továbbra is az a szemérmes, szemérmetlen dolog érdekel egyébként, tehát az a önmagadat kinyitni tényleg mások előtt, és egyébként nem csak a próbán, hanem azért minden este. És azért tényleg félted dolgokat. Hát hogyne? Hát például, ami engem, hogy mindig ilyen jó, kedves fiúnak néznek, az is vagyok. De van egy másik részem, amit a színpadon, hál' Isten, el lehet engedni, és amikor erre van lehetőség, akkor én nagyon örömmel élek vele. Amikor egy kicsit lehetsz állat, amikor tombolhatsz, amikor gonosz lehetsz, amikor elmondhatod egy politikusról a véleményedet, ahogyan te azt eljátszod, amikor eljátszasz egy oligarchát, amiről van egy véleményed, akkor az nagyon jó. És amikor ezek megtalálnak, akkor azok a legizgalmasabbak. De ugye van egy színésznek, tehát predesztinálja a külseje. Tehát engem azért nem rögtön ez jut valakinek az eszébe, hogy ő egy
játszon egy sorozatgyilkost, vagy játszon egy... De ezek a legizgalmasabbak. Nem, mintha bennem lenne a sorozatgyilkos, azt hiszem, hogy nincs. De, ennek az eljátszás az nagyon izgat. Vagy mondom, a gonoszságnak, vagy a bennem lévő gonoszságnak az eleresztése szervezett körülmények között, az nagyon jó. Próbán, amikor megnyílsz, akkor ott van sok ember, aki talán először lát belőled valamit. Nem szokott megijeszteni az, vagy saját magad? Vagy... Egy próba folyamat az nagyon érzékeny ügy. Ugye először is, amíg elindulsz oda, hogy már el tudsz kezdeni próbálni, vagy én el tudok kezdeni rendesen próbálni. Én szeretem minél előbb megtanulni a szöveget. Én abban hiszek. Hiszek abban, hogy egy szöveg az elkezd működni egy színészben. Van olyan, aki a utolsó pillanatokra hagyja, mert nem tudom, én biztonságosabbnak érzem, hogyha tudom a szöveget, és tehát a vele való foglalkozást minél előbb elkezdem. Én így dolgozom, és akkor onnan kezdődhetnek az igazi próbák. Ez amikor megyünk a színpadon szövegkönyvvel, ez nagyon nehezen viselem. Szerintem a legtöbb színész nehezen viseli. Ez sokszor mondom, hogy jó lenne benyomni egy gombot, ami az így átrepít, de közben meg amíg foglalkozol egy szöveggel, vagy amíg tanulod a szöveget, akkor tudsz meg a legtöbbet a szerepről. És ez nagyon izgalmas. Oké. Innentől szól a kérdés. Amikor megmutatsz magadból először valamit, és azt ott látják többen. Hogy pesgőt bontanak el? Arra gondolsz, vagy fanfárok szóval? Nem, hát kimenni egy színpadra, emberek elé, és valami olyat csinálni. Tehát akkor ez már az előadás. Ja, értem. Az nagyon, hát figyelj, azt abszolút érzed. Amikor mit tudom, a kamrában ott nagyon közel vannak, de a katonában is. De amikor valaki ösztönösen reagál a nézőt, hogy vagy azt mondja, vagy, szóval valami olyan reakciót tesz, amivel érzed, hogy ott van benne, tehát te átélhetővé tetted azt a szituációt, akkor az nagyon jó, akkor azt te hallod, azt te érzed. Nem fürdesz benne, mert nincs rá lehetőséged, menni kell tovább, de az nagyon jó. Az egyik csápod az ott van és hallja, hogy akkor most ezt jól csináltuk. Van egy pillanat, amikor azt érzed, hogy most megállt a levegő. Persze erre nem lehet ráfeküdni, mert akkor szörnyű dolgok történnek. De az nagyon jó, ezek ilyen kegyelmi pillanatok. Aha. Sok van ilyen? Nem. Nem, nincs olyan sok, de attól jó. Minél jobban azért nálunk azért elég alaposan megcsinálunk egy előadást. Tehát, hogy azért persze az előadások között lehetnek különbségek, aznapi készenlét, hogy jössz össze a nézőkkel, de azért egy olyan szinten vannak az előadások, hogy nagyon ne tudja alá menni. Nem tudom, hogy ez így érthető. Világos, persze. Tehát, hogy akkor az nagyon jó érzés. Hát vagyunk, ugye valameddig terjedünk, nyilván nagyon, mert nem tudja, hogy megerőszakolni, mert tehát olyan vagy amilyen. Tehát, hogy úgy nagyon, nagyon izgalmasnak tartom például a filmszínészetben, amikor teljesen átalakítanak valakit, és akkor ott a sminkmesterek olyat csinálnak, hogy hát elájulod, ez mindig van bennem egy kis ördög, amik azt mondja, hogy ez most vedd le, hogy tényleg más csinált, vagy most itt tényleg csak annyi, vagy. Tehát ott azért ennyiből könnyebbség van. De például megnézni a Sean Penn-t a Milk című filmben, ahol volt egy pici, de azért az ő arca, de úgy megváltozott az egész karaktere, teste, az egy olyan átalakulás, azokat nagyon szerettem nézni is, egy mozi örült vagyok, úgyhogy minden nézek, főleg az ilyeneket. Tehát hogy mondjuk anélkül, ugye színpadon ott aztán tényleg nagyon, nagyon, nagyon élnie kell a személyiségednek, tehát minden közelebb kell rángatni, volt a gonosz, vagy akkor úgy, ahogy a elek felül lenne gonosz. Te könnyen éled meg, hogy jó vagy rossz vagy valamiben? Nagyon vagy? Nehezen élem meg. Nehezen. Sőt, az előadás is nagyon nehezen élem meg, ha az nem sikerült. Jövő héten Hatházi Lacival folytatódik a Lakás Talk Show. Addig itt lehet feliratkozni és további videókat megnézni a Lakás Talk Show YouTube csatornáján.